Mivel Rákóczi év van, úgy gondoltuk, hogy ideillő lenne egy kuruckori kis kiállítás, úgyhogy egy kis sátrat berendeztünk néhány replikával az IASZ körünk elégtárából. Úgyhogy van néhány kuruc zászló kiállítva, viseletek, fegyverek, szabják, fokosok, loading, ugye a sejmes loading, lőportartó, a karabé, csontos kalabérom a csinompalkóból, meg egyéb dolgok hasonló. Kürt, szarú kürt például, amit meg lehet szólaltatni, tehát vannak olyan tárgyak, amiket ki lehet próbálni, aztán fényképeződhetnek a bábuk mellett, meg a tárgyak mellett. Kuriózumnak számít, különlegességnek a sátruk, érdeklődnek az emberek? Sőt, még ki sem rakottunk, már kora reggel a járókelők ide jöttek, gyerekek is, felnőttek is, sőt, ukránok, kievi hölgyel volt szerencsénk találkozni, és kérdezősködnek, érdeklődnek, hogy kik vagyunk, mink vagyunk, vannak akik már jártasak, akik helyiek, azok látták már, és hát itt örülök, hogy itt van érdeklődés, meg annak örülök, hogy nekünk is érdekes, mert szemben van a Turán Alapítvány jurtája, úgyhogy hagyományőrzőkkel is találkoztunk ma már, úgyhogy örülünk, hogy itt vagyunk. Évközben egyébként hol jelennek meg, milyen fesztiválokon, mikor, milyen gyakorlataik vannak? Hát a főiskolai munkám során rendszeresen gyakoroljuk a hagyományőrzést. Nyári tábor szerveztünk, az idején is Rákóczi és a barokk korszak volt a kiemelt tematika a Mikeskelemen hagyományőrző alkotótáborban, és hétvégenként pedig fesztiválokra hívnak élő történelem órát tartani, egy-egy bemutatót vagy kiállítást, tehát elég sok meghívásunk van, mi meg örömmel teszünk eleget, ha csak lehetőségünk adódik.